Nem annyira célzó típus vagyok, inkább a kemény, egyenes fajta, igazi dobó. Első ránézésre lángszórónak tűnik. Ő Robbie Ray, az Arizona Diamondbacks kiváló tehetsége, aki szokatlan élességgel dob. Mindig a legjobbamat akarom adni, nem az a fajta vagyok, aki a sarokból méreget, nem szoktam cselezgetni, kimegyek azzal, amin van, és ennyi. Robbie erős balkeze elég volt ahhoz, hogy bekerüljön a Diamondbacks csapatába. A 25 éves játékos már a harmadik nyarát tölti Phoenixben. Skorpió, kígyók, kaktuszok. Hogy tud ehhez alkalmazkodni egy Tennessee srác? Valóban nagy különbség. 2 éve, amikor idejöttem, akkor láttam először kaktuszt. Csörgő kígyót még nem láttam, skorpiót is csak úgy, hogy az egyik csapattársam összefogott 10-12-t egy üvegbe. Érdekes volt, tudom, hogy ezek tényleg itt élnek. Ez is ezzel a vidékkel jár. A csapat tagjaként Arizona forró sivatagához alkalmazkodni kell. Hogy bírja a forróságot? Nagyon meleg van, de sokan nem tudják, hogy nagyon kicsi a páratartalom, ezért nem izzaszt annyira, csak ha sokat mozgunk. Robbie sokat dob. A múlt szezonban a statisztikát is vezette a csapatában, és 4. lett a nemzeti ligában a legtöbbet kiütők között. Hozta a formáját. Hogy tud ilyen gyorsaságot elérni? Figyelek a testemre, például hogyan álljon a karom. Aztán csak elhajítom a labdát. Azt hiszem, a kulcs a kar gyorsaságában van. Talán nekem az átlagosnál gyorsabb a karom, és ez okozza a fürgeséget és a sebességet. Ezt elsajátította, vagy tehetség? Ez ajándék Istentől. Szerintem nem lehet megtanulni vagy gyakorolni, hogy milyen gyors legyen a kar. Ez egy adottság. Robbie egy ritka történelmi társaságba került be. Minden idők 12 legjobb dobójához csatlakozott. Átlaga a teljes szezonban 11 kiütés 9 játékrészben. Amikor látja ezeket a statisztikákat, mire gondol? Nekem ez őszintén szólva azt árulja el, hogy többre vagyok képes. Úgy érzem, hogy remek az alap, ahol most vagyok. Múlt évben voltak olyan statisztikák, amikre azt mondtam, hogy megcsinálom, de mégsem tudtam elérni. Most már érzem a határt. Tudom, mik azok, amiket gyorsan elérhetek. Az energiahasznosításról szól, hogy az egész szezonban tudjam tartani a formán. Megtanulta, hogyan egyensúlyozzon a kitartásban és a játéktempójában minden ütéskor. Most már felismerem, hol van a határ. Ez egy olyan dolog, amit most már gyorsan megértek. Azt a határt, amely megadja az egyensúlyt a foglalkozásának feltételes jutalma és a hitének feltétlen dicsősége között. Krisztus követőjeként mi a perspektívája? Azt hiszem, hogy minden nap bízzak benne. Ami igazán képbe helyezett, az az első fiam születése volt. Akkor éreztem meg, hogy a mennyei atyámmal is hasonló a kapcsolatom. Lehet engedetlen velem a fiam, mégis szeretem őt. Így tudom, hogy ha elrontok néha dolgokat, attól Isten még szeret engem. Robbie Ray, aki a labdát és a halhatatlan dolgokat is megragadja, egy másik belső dobást ad át az embereknek. Úgy érzem, hogy minden meccsnél átadom. Lehetőségem van, hogy bizonyítsak. Mert az emberek látnak és tudják, ki vagyok. Tudják, hogy Krisztus követője vagyok, így nekem át kell adnom, amit Isten helyezett belém. Mindenkinek van egy színpadja, ahová minden nap kiállhat és elmondhatja az ő dicsőségét.